Jövő héten dönt a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület a GoRT ingatlanjainak kivásárlásáról. A Gyergyószentmiklósi Szálvátor Alapítvány várja a jelentkezőket az idei lovasterápiás foglalkozás sorozatra. Házasoknak és házasulandóknak szól a jövő heti programsorozat, melyen érdekes előadások, romantikus vacsora és meglepetések is szerepelnek. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Elfogadta a GoRT felszámoló biztosa a Gyergyószentmiklósi önkormányzat ajánlatát, így féláron vásárolhatják meg a közüzemek ingatlanjait, ha a helyi képviselőtestület jóvá hagyja az erről szóló határozat tervezetet. A tervek szerint így tavasszal az új vízszolgáltató vállalat adósságmentesen kezdheti el működését. Hosszú folyamat volt a fűtésszolgáltatás átvétele egy önkormányzati tulajdonú cég által, idén pedig egy újabb közszolgáltatást szeretne a városvezetés átszervezni. A víz- és szennyvízszolgáltatást biztosító GoRT ugyanis 4,5 millió lejes tartozást halmozott fel, és évek óta húzódik a vállalat felszámolása. Felszámoló biztos elfogadta az önkormányzat azon javaslatát, hogy féláron megvásárolnánk azon ingatlanokat, amelyek a GoRT tulajdonát képezik. Ezen felajánlásunk elfogadásra került a december hónap végén, és most a soron következő testületi ülésen, amikor a város költségvetését is elfogadjuk, akkor javasoljuk elfogadásra a testület felé. Nagyon remélem el is fogadja a testület a javaslatunkat, és elfogadás esetén akkor elkezdjük az átvételi procedurát. A helyi önkormányzat 758 ezer lejt ajánlott a közüzemek telephelyiért cserébe. Ezt az összeget be kell foglalják a helyi költségvetésbe, amennyiben a képviselőtestület jóvá hagyja az elképzelést. A tanácsosok tavaly novemberben már megszavaztak 250 ezer lejt a Gyergyó-medencei vízszolgáltató fejlesztési társulás létrehozására, amelyhez valószínűleg azok a települések is csatlakoznak, melyek számára most is a város biztosítja a vizet. Azt tervezzük, hogy a tavasz folyamán teljesen tiszta lap fog kerülni, és új lappal tudjuk kezdeni az új szolgáltatónak a tevékenységeit is, hiszen nem csak az ingatlanokat vásároljuk ki, és váltsuk ki a felszámolótól, ahol egyébként az elmúlt években mintegy 4,5 millió lej adósság gyűlt össze, és egy 750 ezer lejjel ki tudjuk váltani felgyűlemet adósságot, hanem párhuzamosan az új szolgáltatónak a megalakulása is megtörténik. Terveink szerint ugyancsak a februári tanácsülésen az önkormányzat a többi önkormányzattal közösen jóvá hagyjuk majd a bejegyzési dokumentáció szükséges alapszabályokat, és elkezdjük az új szolgáltatónak a bejegyzését. Nagy Zoltán polgármester úgy véli, hogy április-május környékén kezdheti el adósságmentesen működését az új önkormányzati tulajdonban lévő vízszolgáltató, melynek átadják az új vízházat és az elmúlt években bővített és felújított vízhálózatot is, melynek beüzemelése még hátra van. Sürgősségi kormányrendelettel oldják meg a részmunkaidősök fizetését a közszférában, mondta tegnap Liá Olgucá Vasilescu munkaügyi miniszter. A szakszervezetek január végén hívták fel a figyelmet arra, hogy a részmunkaidőben dolgozók fizetése nem fedezi a társadalom biztosítási járulékok összegét sem. A PSZEDE ALDE előző kabinetje tavaly úgy döntött, hogy a részmunkaidőben dolgozóknak a minimálbérnek megfelelő társadalom biztosítási járulékot kell befizetniük az államnak, függetlenül attól, hogy megkeresik-e a bruttó 1900 lejes minimálbérnek megfelelő összeget. Azzal, hogy a kormány teljes mértékben átruházta a munkavállalóra a társadalom biztosítási járulékokat, a két órában dolgozó takarítónő fizetése nem éri el a minimálbérnek megfelelő járulékok teljes összegét, sőt, még ő maga tartozik 80 lejjel az államnak. Az 1900 lejes bruttó minimálbér társadalom biztosítási járuléka körülbelül 700 lej. Liá Olgucá Vasilescu munkaügyi miniszter szerint az érintettek bruttó bérét akkora összeggel egészítik ki, hogy adózás után a kézbe kapott fizetés a 2017-es decemberi bérekkel legyen egyenlő. Arról nem beszélt, hogyan oldódik meg a helyzet a magánszektorban, ahol szintén sokan dolgoznak részmunkaidőben. A sürgősségi kormányrendeletet a tervek szerint a következő kormányülésen fogadják el. Európai uniós forrásokból lesz felújítva a Szentágota és Segesvár közötti megyei út. Nagyszebenben írták alá a 106-os megyei út felújításának finanszírozási szerződését.
A 118,6 millió lej összértékű beruházás, amelyet Maros és Szebe megye partnerségben fog megvalósítani, a regionális operatív program keretében nyert Európai Uniós finanszírozást. Több mint 50 kilométer megyei út rehabilitálása és 4 új híd építése szerepel abban a finanszírozási szerződésben, amely a Szentágota és Segesvár közötti megyei út felújítását célozza. A szerződés aláírására Szebe megye önkormányzatánál került sor. A társulás vezetője Szeben megye, a projekt partnerei pedig Maros megye, valamint a Szentágotai, Jakabfalvi, Hégeni Apoldi és Segesvári önkormányzatok. Szeben megye számára fontos ez a partnerség, elsősorban azért, mert megnyit egy számukra fontos elszigetelt várost, Szentágotát, és összeköti a települést egy turisztikailag fontos várossal, Segesvárral. Bármilyen megyék közötti infrastruktúrára vonatkozó projekt fontos számunkra, hiszen a mobilitást biztosítja két település között. A 118,6 millió lejes beruházásból a Maros megyére eső rész 52 millió lej, a 106-os megyei út teljes hossza 37,3 kilométer, amelyből 36,8 kilométer ennek a projektnek a keretében lesz felújítva, 0,4 kilométert saját forrásokból helyreállított már a Maros megyei tanács. A Szentágota és Segesvár közötti megyei út felújítása egy fontos infrastrukturális beruházás Maros megye számára is, amely jobb összeköttetést jelent a két megye között, fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök. Ugyanakkor prioritásként kezeli a Maros megyéhez tartozó Nyárád Tőmike falva Dicsőszentmárton útszakasz felújítását és amelynek finanszírozási szerződését a héten írták alá. Beköti gyakorlatilag a Dicsőszentmárton megyei jogú várost úgy a Marosvásárhelyi autópályába, mint pedig az országútra, az európai, az E60-as európai útba, és szintén úgy gondolom, hogy ez is több szempontból fontos. Fontos az ott lakók számára, de ugyanakkor gazdasági fejlődést is hoz. A központi fejlesztési ügynökséghez benyújtott pályázatok száma növekvő tendenciát mutat, legyen szó infrastrukturális beruházásokról, vagy műemléképületek felújításáról. Úgy Maros megye, mint Szeben megye érdekelt a pályázásban. A két megye összesen 150 projektre adta le pályázatát a központi fejlesztési ügynökséghez. És egyenként 90-100 olyan projekt van, ami a szerződés kötés különböző fázisaiban van. Az említett útszakaszok korszerűsítése várhatóan hozzájárul a közlekedés gördülékenységéhez, illetve vélhetően a helyi lakosok kényelme mellett gazdasági és turisztikai szempontból is jelentős eredményeket hoz majd a beruházás. A jövőben legtöbb fél év áll a hatóság rendelkezésére, hogy a szabálysértő autósoknak kiközölje az úthasználati díj kifizetésének elmulasztásáért járó büntetést. A szenátus tegnap fogadta el döntőházként Márton Árpád képviselő erre vonatkozó javaslatát. A hatályos jogszabály szerint a közúti infrastruktúráért felelős társaságnak 6 hónap állt a rendelkezésére a kihágás megállapítására, és további 2 hónap arra, hogy a bírságolási jegyzőkönyvet elküldje. Márton Árpád azzal érvelt a határidők lerövidítése mellett, hogy a 21. században számítógépek segítségével pillanatok alatt ellenőrizhető, ki közlekedik úthasználati díj kifizetése nélkül. Teljesen abszurd hónapokat várni a jegyzőkönyvre. A képviselő azt is javasolta, hogy a büntetésről szóló jegyzőkönyvhöz mellékeljék a szabálysértést igazoló fényképet is, de ezt a parlament elutasította. A MOL Románia és a Közösségért Alapítvány már 9. alkalommal támogat foglalkozásokat a MOL gyermekgyógyító program keretében. A nyertesek között van már 3. a Gyergyószentmiklósi Szálvátor Alapítvány is, amely lovasterápiával foglalkozik. 15 fogyatékkal élő vagy krónikus betegségben szenvedő gyermek jelentkezését várják április 13-áig az örömhangoló 3. elnevezésű program keretében. A Szálvátor Alapítvány a MOL gyermekgyógyító program keretében az elmúlt 2 évben is 15 fogyatékos vagy krónikus beteg gyermeknek biztosított lovas terápiás foglalkozást. Az előző évek tapasztalatai maximálisan pozitívak, tehát azt mondhatom, hogy 100%-ban minden gyermeknél fejlődés volt mérhető is.
Ez most nem csodákat jelent, viszont nagyon sok család életébe egy kis lépés is egy nagy csodával ér fel. És sugallja örömhangoló 3. Tulajdonképpen a 2016-ban és a 2017-ben megvalósított örömhangoló, illetve örömhangoló 2 programjainknak a folytatásaként volt elgondolva, megírva ez a pályázat, de ez nem jelenti azt, hogy csak előző években résztvevő gyerekeket, illetve szüleik jelentkezését várjuk, hanem új gyerekek is, amennyiben érdeklődést mutatnak, jöhetnek. Idén is 2 és 18 év közötti fogyatékossággal, krónikus betegséggel élők jelentkezését várják, akik számára a lovasterápiás fejlesztés fontos és hasznos dolog. A jogi képviselők, szülők április 13-áig jelezhetik, hogy szeretnének részt venni az idei örömhangoló programban. Kérnénk a diagnózisokról a papírokat, lehetőség szerint, hogyha van olyan orvos, akivel konzultálni lehet, akkor az orvosi ajánlást, Fontos szempont a gyermek életkora, mivel hogy minél korábban kezdjük a fejlesztést, annál nagyobb reményekkel bízhatunk a pozitívabb kivenetelbe, illetve fontos szempont a többszörös fogyatékosság, illetve súlyos fogyatékosság is, azért, mert ezeknek a gyerekeknek, illetve ezeknek a családoknak az életminősége a legnehezebb, a legveszélyeztetettebb, és hát a program célja az életminőségbeli javítás, illetve a készségek, képességek lehetőség szerinti fejlesztése egy minél könnyebb, gördülékenyebb élet érdekében. A pályázat keretében meghirdetett foglalkozások várhatóan májusban kezdődnek és augusztusban zárulnak. Mindegyik gyermek 20 alkalommal vehet részt a program kínálta fejlesztésen. Jelentkezni már lehet. A Hargita megye tanácsa alintézményeként működő Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ február 8-án csütörtökön Farsangi Móka címmel szervez gyermek és ifjúsági programot a farsangi hagyományok jegyében Gyergyószárhegyen. A rendezvény a Bőgő temetés bemutatásával kezdődik a Gyergyószárhegyi Vásártéren 15 óra 30 perckor, amely a téltemetés szárhegyi változata. A farsangi Bőgő temetés mókás jeleneteit a helyi hagyományőrző csoport mutatja be. Ezt követően a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ székhelyén kiállítás megnyitóval folytatódik a rendezvénysorozat. A farsangi Móka néven meghirdetett rajz és állarckészítő verseny pályamunkáiból készülő kiállítás megnyitójának és díjazásának fő célja, hogy a gyerekeknek lehetőséget teremtsenek arra, hogy bemutathassák, hogyan látják a környékükön fellelhető farsangi szokásokat. A díjazásra és kiértékelésre a helyszínen a szakmai zsűri döntése alapján kerül sor. A díjazást egy jó hangulatú táncház zárja. Éltető sodrásban mottóval hirdették meg idén a Házasság hete program sorozatot Gyergyószentmiklóson, negyedik alkalommal csatlakoznak a rendezvényhez. Ebben az évben február 13 és 18-a között tartják a programokat. Az érdeklődő házaspárok vagy házasulandók érdekes előadásokat hallhatnak jövő hét folyamán, ugyanakkor egy meglepetésekkel tarkított romantikus vacsora is szerepel a programban. A Házasság hete mozgalom több mint másfél évtizede indult az Egyesült Királyságban, és célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság fontosságára, népszerűsítse a család intézményét, és segítséget nyújtson azoknak, akik párkapcsolati vagy gyermeknevelési nehézségekkel küzdenek. Ma már a világ több országában és Erdély szerte is több városban, közöttük Gyergyószentmiklóson is megrendezik. Az idei rendezvény sorozatot, mint minden évben a Szerelmesek napja, a Valentin Bálint nap köré szervezték, azaz február 13 és 18-a közötti időszakra, éltető sodrásban mottóval. A házasság hetét Gyergyószentmiklóson azért rendezzük, hogy a házaspárok egy kicsit időt szánjanak egymásra, hogy hangsúlyozzuk a házasság fontosságát, hogy tanúságot tegyünk a házasságról. Az idei év mottóját, ez Magyarországról jön, ez ott van egy házasság hete arca házaspár, és ők adták ezt a mottót. De úgy gondolom, hogy a jelenlegi társadalmunkra, a felgyorsult életvitelünkre ez nagyon aktuális jelen pillanatban most. Gyergyószentmiklóson idén is több napos rendezvénysorozattal várják az érdeklődőket. Nem csak házaspároknak, hanem házasulandóknak is szól a program.
Kedden kezdődnek az előadássorozatok, kedden házasságkötésről kötetlenül a Szent István plébánián házaspárok tanúságtétele lesz. Különböző házas évet megírt házaspárok tesznek tanúságot az ők házasságaikról, úgy gondolom, hogy erről is, tehát ebből is tanulhatunk tőlük. Akkor szerdán közös filmnézésre hívjuk az érdeklődőket, ugyancsak a Szent István plébánián. Csütörtökön az Unitárius templomban lesz Babos Juditnak egy előadása, és utána az előadást mind kibontva Péter Robert vezetésével egy interaktív beszélgetés játék házaspároknak. Pénteken szentségimádásra hívjuk a Szent Miklós templomban az érdeklődő házaspárokat, és nem csak házaspárokat, hanem házasulandókat is várunk. És szombaton pedig romantikus vacsorára a Rosmarin vendéglőbe, ami nem egy hagyományos romantikus vacsora lesz, hanem kicsit meglepetésekkel fűszerezve, és vasárnap a hálaadó szentmisékre kerül sor minden felekezetnél, minden templomban. A programok a romantikus vacsora kivételével ingyenesek és előzetes bejelentkezés nélkül látogathatóak. A vacsorára február 16-áig a képernyőn látható telefonszámok valamelyikén lehet feliratkozni. Részvételi díj 20 lej személyenként. A házasság hete szórólapjain lévő kuponok felmutatásával a házaspárok kedvezményben is részesülnek bizonyos vendéglátóegységekben. A szervezők úgy tartják, hogy a házasság hete alkalom arra, hogy tanúskodni lehessen a házasságról, ugyanakkor a család ünneplésére is szolgálhat. Arra biztatnak minden házas párt, hogy jövő héten keressenek alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elköteleződésüket megerősítsék. A házasság hete programja a képernyőn látható internetes oldalon, a programok per Gyergyó Szent Miklós menüpontban írhető el. Csütörtök este 7 órától a Figura Stúdió Színházban újra látható Barabás Olga rendezésében a 12-es Korterem című előadás. Néha olyan helyzetbe kerülünk, amely meghaladja erőnket, ítélő képességünk összezavarodik, nem vagyunk kellőképpen okosak, és lelkileg, szellemileg is képtelenek vagyunk elfogadni és befogadni azt, aminek a részesei leszünk. De telik az idő, és nekünk döntenünk kell választani az adott lehetőségek közül, mert szó szerint élet-halál kérdésről van szó. A 12-es Korterem egy igen személyes színész-közönség kapcsolat által szándékszik bemutatni ezt az eredeti történetet, amely izgalmas lehetőséget teremt arra, hogy örök emberi létkérdésekre keressünk némi bizonyosságot. Jegyek ára 15 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak és csoportkedvezménnyel 10 lej. A mi palotánk, így beszélnek a marosvásárhelyi Toldalagi palotáról a palotaőrdiákok. A Bolyai Farkas elméleti liceum tanulói is bekapcsolódtak az Örökségünk őrei programba. Nemrég idegenvezetést tartottak a műemlék épületben, céljuk pedig az, hogy az épület nem maradjon idegen. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Toldalagi palotában. Ez az egyik legfontosabb épülete vásárhelynek, ugyebár az első marosvásárhelyi barokk épületről beszélünk. Első Toldalagi László és felesége Vaskata építették a palotát, 1772-ben fejezték be az építéseket a hátsó szárnyal. Láthatjuk a barokk mintákat is, ugyebár a túldíszített motívumok, a barokk szó eredete is a túldíszített, komplikáltat jelenti. Tündédligeti Sámuel és Márton Kincső vezette körbe diáktársait a város egyik legjelentősebb középületében, amelyben ma a Néprajzi és Népművészeti Múzeum működik. Azért fontos ez az épület Marosvásárhely történelmében, mivel első Toldalagi László, miután megépítette a palotát, idehozta át a királyi táblát, ami megyesen volt azelőtt. Mint megtudtuk, ezzel a döntéssel nem csak hogy megalapozta Marosvásárhelyen az intézményesített jogszolgáltatást, hanem gazdasági és társadalmi szempontból is lendületet kapott a település. A francia származású Louis-Dor János építész tervei alapján készült épület belső díszítéseit Anton Schochbauer kőfaragó szobrász készítette. Az épület jól kifejezi a korszak európai szellemiségét, a feljegyzések szerint a magyar, francia, szászalkotók mellett örmény származásúak is hozzáadták tudásuk legjavát. Az emeleti termet uralja a faragott kandalló és a faragott mennyezet, illetve egy csempekályha is helyet kapott itt, amely a Haller család ajándéka.
A tárlatvezetésen érdekes történetek, a családhoz kötődő anekdoták is elhangzottak, illetve a belső udvarban kiállított különleges régi automobilról, egy Ford Prefect modellről is érdekességeket tudhattak meg a látogatók. Ez egy elég csúcskategóriás autónak számított, nagyon luxus volt. Ami itt is látszik a kormánykeréken, ez a tolókar, amivel a futóművet lehetett állítani. Annak az index az még egy elég kezdetleges volt, és itt található, innen nyílt ki egy narancssárgára színezett kar, ami jelezte a kifordulást. A fiatalok úgy emlegették a palotát, hogy a mi palotánk, ezzel is jelezve, hogy személyes kötődés alakult ki az épülettel azáltal, hogy dokumentálódtak róla, és hogy sokszor bejárták az épületet. Hogy mi vagyunk az őrei, ez egy metafora végül is, mert nem őrzünk mi semmit, ez itt van és megvan, viszont szerintem egy nagyon nagy hátránya az a műemlékeknek, hogyha elfeledik, ez a haláluk nekik. És mi azzal, hogy terjesszük a hírét, megismertetjük emberekkel, és terjesszük a szót róla, kicsit popularizáljuk, ezzel szerintem mi őrizzük, hogy nehogy az emberek elfelejtsék és elvesszen. Az örökségünk őrei programban 15 fős csapatok vesznek részt. A toldalagi palota őrei vezetőtanáruk Puskás Attila irányításával szervezik meg a népszerűsítő programokat. A kezdeményezés keretében tavasszal dől majd el, melyik palotaőrség volt a legeredményesebb, ezért a lelkes fiatalok örömmel fogadnak minden érdeklődőt, akár az internetes oldalukon, akár pedig a személyes részvétel által. A toldalagi palotaőrökről hamarosan az ifjúsági műsorunkban láthatnak részletes összeállítást. Ezek voltak híreink február 7-én, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra.